Kossuth népdalköri találkozóra érkezett dalárdákkal telt meg a megyaszói Mészáros Lőrinc körzeti általános iskola tornaterme. A meghívott vendégeket a község polgármestere Hajdú Istvánné köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy nagy örömmel tölti el az, hogy a 25. jubileumi évfordulón megyaszó ad otthont a népdalköri találkozónak. A rendezvény moderátora Monoki Kálmánné népdalkörvezető és a Kossuth Szövetség alelnöke volt, aki elmondta, hogy céljuk ápolni és őrizni a régi hagyományokat, és a lehetőségük van rágyarapítani azokat. A Kossuth népdalköri találkozót először 1995-ben a Zene Világnapja alkalmából rendezték meg. A kórusok rendszeresen járnak fellépésekre, dalos találkozókra, nemzeti ünnepekre, ahol öregbítik a magyar népdal hagyományait, elsősorban 1848-as dalokkal, Kossuth nótákkal lépnek fel. A szokásokhoz híven a népdalkörök közös himnuszával, Kossuth nótával vette kezdetét a rendezvény. A Kossuth nóta, amelyet a Rákóczi kor zenéjének egyik toborzó nótájából is eredeztetnek, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legnépszerűbb toborzó dala volt. Több száz szövegváltozata és több dallama ismert. A műsor első fellépője a megyaszói népdalkör és citera zenekar volt. A magyar történelem során 1848 óta sokszor elénekelték és éneklik ma is különböző eseményeken. Különleges a Kossuth nóta abból a szempontból, hogy dallamának és szövegének eredete eltérő. Kortársak és szakemberek máig nem tudták lezárni a nóta körül keletkezett kérdéseket. A mai napon 25. alkalommal kerül megrendezése a Kossuth népdalköri találkozó, aminek most megy a szó ad helyet. Minden éven más település rendezi, ez olyan körülbelül 13 település van ebben a szövetségben, és minden alkalommal más helyen. Volt, aki már többször rendezett, most éppen ránk került a sor. 15 fellépő van, ebben vannak csoportok és szólisták is. Mi 95-ben alakultunk, tehát mi a legelején nem voltunk benne. De én úgy gondolom, hogy a Kossuth Szövetség az, aki ezt az eseményt megálmodta és létrehozta. Hát itt a környékről Monok és Tája, de az résztvevő csoportok ők a távolabbi részekről, tehát Kisújszállás, Balmazújváros, Törökszent Miklós a teljesség igénye nélkül. Itt a csoportok fellépése, egy közös éneklés után a csoportok fellépése fog következni. Mindenki 48-as kossuthos népdalokat fog előadni. Ez jó alkalom arra, hogy újra találkozzunk, mert évente azért csak látjuk egymást, és a népdal szeretete és tovább éltetése, ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb. A Kossuth Szövetség országos szervezet, tag és regionális szervezetekből áll, amelyeknek célja a Kossuth Lajos nevéhez fűződő hagyományok ápolása. Tevékenysége ennek megfelelően Kossuth és kora kortársai népszerűsítése, szélesebb körben való megismertetése, különös tekintettel az ifjúság körében. A jó hangulatban és családias légkörben kétórás műsorban 13 produkciót tekinthettek meg a jelenlévők. A fellépők Tájáról, Balmazújvárosról, Kisújszállásról, Jászberényből, Turkestről, Kevéről és még Pest Erzsébetről is érkeztek. Akarok szombat estét csinálok, én már többet a szőlőbe nem járok, megmosom a permettől a gyenge kezemet.